Javuló infrastruktúra, 3 milliárd forintból a megye 15 útja újul meg, közel 65 kilométeres szakaszon a terület- és településfejlesztési operatív program keretében. 6,7 milliárdos beruházás, országosan is egyedülálló program indult Nyíregyházán, letették a Pangea Ökocentrum és szálloda alapkövét Sóstón. 2,6 milliárdos fejlesztés, komplex iskolai korszerűsítés mellett egyházi és turisztikai beruházások is megvalósulnak Bakta Lóránd házán a közeljövőben. Három milliárd forintból a megye 15 útja újul meg, közel 65 kilométeres szakaszon a terület- és településfejlesztési operatív program keretében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A beruházások között kiemelt fontossággal bír, hogy a gazdasági szempontból meghatározó Nyírbátort összekössék az M3-as autópályával. A munkálatok előreláthatólag 2018 végére fejeződnek be. Repülőgép alkatrészek, gyógyászati segédeszközök gyártása, vegyi áru nagykereskedelem. Csak néhány azok közül, melyekkel a Nyírbátorban működő multinacionális cégek foglalkoznak. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a város könnyen elérhető legyen. Így a terület- és településfejlesztési operatív program keretében hamarosan elkészül a Nyírbátort az M3-as autópályával összekötő, megközelítőleg 10 kilométeres útszakasz. Ez egy nagyon fontos program, mivel hogy Nyírbátorban 6 multinacionális cég működik, és a szállítási kapacitás és a személyforgalom is természetesen azt követeli, hogy minél gyorsabban és minél jobb feltételek között juthasson az áru, és természetesen a munkatársak is juthassanak Nyírbátorba, illetve az M3-as autópályára. Nem csupán ezt az útszakaszt fejlesztik. Itt látható azon utak listája, melyek a terület- és településfejlesztési operatív programban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megújulnak. A beruházás két szakaszban történik. Az elsőben 6 útszakaszon, 23 kilométeren, még a másodikban 9 szakaszon, 42 kilométeren végzik majd a munkálatokat. Novemberben elkezdődhet a kivitelezési munka. Ugye itt mindig feltételes módban beszélünk, mert a közbeszerzések azért jelentenek némi bizonytalansági tényezőt. A második ütemben pedig jövő év végére megvalósulhatnak a fejlesztések. A beruházások 3 milliárd forint támogatásból valósulnak meg, aminek harmadát, 1 milliárd forintot a Nyírbátor M3-as útszakasz felújítására fordítanak. Országosan is egyedülálló beruházás indult Nyíregyházán. Letették a Pangea Ökocentrum és szálloda alapkövét Sóstón. A fejlesztéshez 100%-ban támogatott, több mint 1,6 milliárd forintos forrást biztosítanak a Modern Városok program keretein belül. 2019-ig még számos beruházást terveznek az állatparkban, összesen 6,7 milliárd forintból. A jelenleg építés alatt álló ökocentrumot pedig a tervek szerint már jövő júniusban megnyitják a vendégek számára. Időkapszulát helyeztek el a Pangea Ökocentrum és szálloda építési területén kedd délelőtt. Az új épület oktató és konferencia központként is működik majd. Az állatparkban ugyanis évente közel 3000 gyermek és felnőtt vesz részt valamilyen oktatáson. A szállodából egyedülálló kilátás nyílik majd egyik oldalról a Sóstói tóra, a másik oldalról pedig a 35 hektáros állatparkra. Az épület országos szinten is egyedülálló lesz. Különleges szálloda lesz, amelynek 38 szobája mind más lesz, mindegyik egy-egy állatról fog szólni. A szállodán belül pedig érezzi mindenki majd azt a hangulatot, ami áradni fog. A körülöttünk lévő élő környezetet próbáljuk egy kicsit a szállodába belopni, és azt hiszem, hogy amellett, hogy aki eljön ide az állatkertet megnézni, mert hiszen ez is az állatkert szállodája lesz. Lehet, hogy el fog jönni majd azért is, hogy csak ebbe a szállodába lakjon, mert olyan hangulatot fognak árasztani a szobák. Hát már az csoda lesz, hogy erre a tóra néz minden szoba, és mondom belül pedig minden az élővilággal függ össze majd.
A látványtervek szerint így néz majd ki a kétszintes 5000 négyzetméteres épület. Az építési tendert ugyanaz a csapat nyerte, amely korábban már a zöld piramist is építette a nyíregyházi állatparkban. A mintegy 35 hektáros terület az előzetes becslések szerint a közel 480 ezer fős vendégszámával ismét Magyarország leglátogatottabb vidéki turisztikai attrakciója lesz. Az állatparkban több fejlesztés is megvalósul 2019-ig. A több milliárd forintos beruházásokról még 2015 novemberében döntöttek. Ennek forrását a Modern Városok program biztosítja. 100%-os támogatással az önkormányzat saját erejét nem igénylő beruházással készülnek. 5 fejlesztésről beszélünk, ez egy csomag, mindösszesen 6,7 milliárd. Ez a Pangea ökocentrum, ez 1 milliárd 650 millió kerekítve, és hát ugye megkezdődtek júniusban a munkák, és következő év júniusában szeretnénk megnyitni főszezonra ezt az új hotelt. A további beruházások között szerepel például egy jégkorszaki interaktív állatbemutató is, amely olyan állatkerti élmény nyújthat a látogatók számára, amely országos és európai szinten is egyedülálló lesz. Mintegy 2,6 milliárd forintos fejlesztés előtt áll Baktalóránd háza. Komplex iskolai korszerűsítés mellett egyházi és turisztikai beruházások is megvalósulnak a településen a közeljövőben. Hétfő délután a Városháza felújított épületét adták át, amely 30 millió forint állami támogatásból és 8 millió forint önerőből készült el. Korszerű fűtési és hűtési rendszer, festés és informatikai felújítás, megújult a Baktalóránd házi városháza. Ebbe az épületbe még 1998-ban költözött át a hivatal, néhány éve egy külső felújításon ment keresztül, most pedig belülről is megszépült. A beruházás érintette még a vizes blokkokat és a közlekedő helyiségeket is. Erre 30 millió forint állami támogatást kaptak, amelyhez plusz 8 millió forint önerőt is hozzátett az önkormányzat. A település fontos szerepet tölt be a régióban. Baktalóránd háza, mint járási központ, ennek a Szabos 05-ös választókerületnek az egyik nagyon fontos járása, hiszen itt találkozik a Nyírség és a Felső Szabocs, és azt gondolom, hogy ha a földrajzi területét nézzük, akkor pedig a települések szerkezete a történelmi múltjuk miatt, azt gondolom, hogy egy olyan helyen vagyunk, amely ezt a járási feladat kiválóan látja el, hiszen a hozzátartozó 11 település érdekeit is képviseli. A településen 2,6 milliárd forint értékű beruházás valósul meg a jövőben, közölte Baktalóránd háza polgármestere az ünnepségen. Nagy Lajos kiemelte, hogy iskolai fejlesztésekre mintegy 600 millió forintot fordítanak, de az egyház is nyert közel 300 millió forintot, valamint 100 millió forintos útfejlesztési szerepel a tervek között. Mi is megkaptuk a támogatói döntéseket, illetve azt követően támogatási szerződéseket kötöttünk. Örömmel jelenthetem, hogy több beruházásunk is befogadást nyert. Kerékpárút építésére 500 millió forintot nyert Baktalórendháza, belvízelvezető csatornák felújítására 400 millió forint áll rendelkezésre. A Zöldváros program keretében egyes településhez tartozó tereket, épületeket ugyancsak 400 millió forintból tudunk megújítani, felújítani. A polgármester egy másik támogatást is bejelentett. A 360 millió forintos tanúszoda építéshez további 42 millió forint kiegészítő támogatást is kap majd a kivitelező, így összesen 402 millió forintból épülhet meg az új sportlétesítmény. De a megyei turisztikai projektben is részt vesz Baktalóránd háza. Mintegy 100 millió forintot nyertek a Degenfeld kastélypincéjének felújítására, ahol egy játékos szabadulószobát és közösségi helyiségeket is kialakítanak majd. 3 napos kiemelt ellenőrzés kezdődött hétfőn a közutakon. Szeptember 11-e és 13-a között a Tiszpol Seatbelt kampány keretein belül a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik Magyarország útjain, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos pontján is. Ismét fokozott ellenőrzésre kell számítani Magyarország közútjain, így a megye településein is. A Tiszpol Seatbelt európai szintű ellenőrzés során ezúttal a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukós isak előírásszerű használata kap kiemelt figyelmet. Ezek nem rendeltetésszerű használatának következtében jelentősen megnőhet a halálos balesetek, sérülések esélye.
hiszen azért meglátja az ember a rendőrt messziről, minden bűn eszébe jut, tehát ha nem használta a biztonságiót, akkor biztos, hogy magára fogja húzni. Nyilván az a célunk, hogy balesetek ne következzenek be, személysérülés ne történjen, hiszen ennek az egész intézkedésnek, ennek az egész akciónak az a célja, hogy biztonságosan közlekedhessünk és minden képességben hazaérjen. Az egyik leggyakoribb biztonsági eszköz, amellyel problémák vannak, a biztonsági öv, melyet, mint Szikszai Tihamér alezredestől megtudtuk, sokszor nem előírásszerűen használják az autósok. Amennyiben a hóna alatt vezeti át valaki a biztonsági övet, vagy a nyakánál, esetleg az alsó biztonsági öv nem a derékhajlatnál van, az baleseti forrást jelent. Egy ütközésnél az utasra ható G-erők hatására olyan helyeken vághat be a nem megfelelően bekötött biztonsági öv, amelyek súlyos sérüléseket okozhatnak. Az autóban ülők akár a személygépjárműből is kieshetnek. Ezért fontos, hogy mindenki figyeljen oda a biztonsági eszközök szakszerű használatára. Igyekszek minden alkalommal betartani az előírásokat, hát persze az én biztonságom, az másnak a biztonsága is. A biztonsági eszközök megfelelő használatán túl az ellenőrzés ezúttal is kiterjed az illegális migráció, az embercsempészet, a kábítószerrel, valamint a lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére és megszakítására is. Fel kell tárni, hogyan kerülhetett az úgynevezett azeri dollárokból Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Halmi József. Az MSZP megyei alelnöke szerint a mintegy 27 millió forintnyi összeg olyan kezekbe került, melyeknek jelenleg is köze van a politikához. A guruló dollárok, amik a megyébe érkeztek, az kötődnek valamilyen szinten a mai politikához, mert az a cég, amely kapott ebből a pénzből, annak az egyik részvényese ma kabinetfőnök az egyik önkormányzatnál, és azt gondoljuk, hogyha erről tudtak a felettesei, az óriási probléma. A nyíregyházi törvényszék 1 év 6 hónap felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte azt a nőt, akinek ügyében gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés vétsége miatt indult eljárás. A vádlott és élettársa 5 kiskorú gyermeket nevelnek az Aranyosapátiban lévő családi házukban. Az asszonyt még 2016. augusztusában gyermekei arra kérték, hogy készítsen nekik az udvaron fürdővizet. A vádlott a házban vizet forralt, majd azt egy edényben kivitte az udvarra és beleöntötte a fürdőkádba. Eközben a házból kiszaladó 5 éves kislánya meglátta a vízzel töltött kádat, hirtelen belelépett, majd megcsúszott és beleesett a forró vízbe. A gyermek súlyos sérülései következtében közvetett életveszélyes állapotba került, amit az orvosi segítség hárított el. A vádlottat a nyíregyházi törvényszék bűnösnek találta, gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés vétsége miatt, mert a tőle elvárható kellő gondosságot elmulasztotta. A törvényszék őt 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítéli, melynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggeszti. A törvényszék a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát fogházban állapítja meg. A vádlott a szabadságvesztés büntetésből annak esetleges végrehajtása elrendelése esetére 2/3 rész kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. Virágzik az őszi kikerics a Nyíri Arborétumban. A különleges virágot hamarosan láthatják, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. 1 arany, 5 ezüst és 5 bronzéremmel járultak hozzá a nyíregyházi atléták a DSC Esi NSC csapatbajnoki címéhez, amellyel az együttes megismételte tavalyi szereplését. A székesfehérvári fináléban induló 12 gárda közül a budapesti honvéd végzett a 2. helyen, az UTE MTK vegyes csapat a 3. helyet szerezte meg. Virágzik az őszi kikerics a Nyíri Arborétumban. Az augusztusban és szeptemberben nyíló növény virágzásának csúcspontján tekinthető meg a hónap végéig a közel 2,5 hektáros arborétumban, Nyírpazony határában. Kisfoltokba csoportosulva virágzik az őszi kikerics. A több mint 1000 növény közül ez az egyik legkülönlegesebb, mivel a természetes élőhelyek csökkenése miatt egyre kevesebbet találni belőlük. A közel 2,5 hektáros nyíri arborétumban mégis szépen gyarapodik a védett virág, amely a fényes napos domboldalakat szereti igazán.
A ritkaságán túl virágzási folyamata is egyedivé teszi ezt a kis lila növényt. Néha elbújik, néha előjön, mint ahogy most is szinte a fű között semmi sem volt, úgy nézett ki legalábbis, és körülbelül egy hete elkezdett virágzani. Utána ez az őszi kikerics elhervad, és eltűnik. Majd tavasszal, olyan április-május körül hatalmas, gyönyörű, fényes, húsos levelei jönnek elő megint, és szinte a semmiből. Ha a virág beporzódott, előbújnak a toktermések is, majd virágzás után ezek elszáradnak és eltűnnek. A folyamat pedig tavasszal kezdődik előről, és szeptemberben újra lehet gyönyörködni az erősen mérgező lila őszi kikericsben. Egy arany, 5 ezüst és 5 bronzéremmel járultak hozzá a nyíregyházi atléták a DSC Esi NSC csapatbajnoki címéhez, amellyel az együttes megismételte tavalyi szereplését. A székesfehérvári fináléban induló 12 gárda közül a budapesti Honvéd végzett a második helyen, az UTE MTK vegyes csapat a harmadik helyet szerezte meg. Az elődöntőket követően 12 együttes köztük több vegyes csapat állt rajtva Székesfehérváron az atléták csapatbajnoki döntőjén. A számuk győztesei 12 pontot kaptak, majd helyezéstől függően csökkent a pontok száma. Az első nap után a címvédő Debrecen Nyíregyháza vegyes csapat mindössze 3 ponttal vezetett a budapesti Honvéd előtt, a második napon aztán növelte előnyét a DSC Esi NSC, amely így megszerezte a bajnoki címet. Azt mondhatom, hogy ez a verseny volt az, amikor az íre feltettük a pontot, hiszen már a versenyzőink a felnőtt magyar bajnokságon is jól szerepeltek, nem beszélve a nemzetközi szereplés, ugye Helebrand Máténak a világbajnoki 6. hely, illetve Szikszai Róbertnek az univerziádi 3. hely, és ez a nagy magyar csapat bajnokság, ahova 12 csapat kerülhetett be, és 12 csapat vett részt a döntőben. Szoros meccsen, szoros mérkőzéssel a Honvéd lett a második, és 30-valahány ponttal nyertünk a Honvéd előtt. Az ugró szakák 68 ponttal járult hozzá a vegyes csapat győzelméhez. Bakosi Péter az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal sem talált legyőzőre. Az ugrók közül úgy érzem, hogy senki nem állt úgymond fejre, tehát mindenki hozta azt, amit tud. Peti szokásával szerint Bakosi Peti a magas ugrást megnyert, továbbra is veretlen Magyarországon, meg ebbe az évben is. Emellett még bevállalta a 3-as ugrást önszorgalomból, és ott is tudott egy 5. helyet szerezni, ami pontban elég sok volt. Pár Robin természetesen, ahogy szokta, a távol 3-as ugrásban 3. és 4. helyet tudott elérni. Zajász Petrak ugye Debrecenből igazolt, ő is 3-as ugrásban 2. és távol ugrásban 8. tudott lenni. Két fiatal ugró, az pedig 3-as ugrásban tudott egy 8. és egy 9. helyet, ami szintén sok pontot jelentett a végén. A hét végén a szezon utolsó versenyét rendezik Budapesten, a váltóbajnokságon a nyíregyháziak serdülő, ifjúsági és junior korosztályban is rajtozálnak majd. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 3 milliárd forintból a megye 15 útja újul meg közel 65 kilométeres szakaszon a terület és település fejlesztési operatív program keretében. A beruházások között kiemelt fontossággal bír, hogy a gazdasági szempontból meghatározó Nyírbátort összekössék az M3-as autópályával. A munkálatok előreláthatólag 2018 végére fejeződnek be. Országosan is egyedülálló beruházás indult Nyíregyházán, letették a Pangea Ökocentrum és szálloda alapkövét Sóstón. A fejlesztéshez 100%-ban támogatott, több mint 1,6 milliárd forintos forrást biztosítanak a Modern Városok program keretein belül. 2019-ig még számos beruházást terveznek az állatparkban, összesen 6,7 milliárd forintból. A jelenleg építés alatt álló ökocentrumot pedig a tervek szerint már jövő júniusban megnyitják a vendégek számára. Mintegy 2,6 milliárd forintos fejlesztés előtt áll Baktalú rendháza. Komplex iskolai korszerűsítés mellett egyházi és turisztikai beruházások is megvalósulnak a településen a közeljövőben.
Hétfő délután a Városháza felújított épületét adták át, amely 30 millió forint állami támogatásból és 8 millió forint önerőből készült el. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 12-én kedden. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap már napos időre számíthatunk. A lehűlést hozó hullámzó hidegfront szerdára elhagyja térségünket, és ismét melegszik az idő. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég, majd hajnaltól felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyaránt várható. A nyugati szél időnként megélénkül. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön még sok napsütésre, késő nyárias meleg időre számíthatunk, majd az esti órákban érkező újabb hidegfront hatására, pénteken ismét hűvösebb időnk lesz. A hétvégén is változékony idő várható, hazánk északi vidékein hűvös marad az idő, eső zápor is várható, a déli ország részbe viszont visszatér a nyáriasan meleg idő, ott néhol 30 foknál is melegebb lesz a délutáni órákban. A jövő héten már ismét hűvösebb, az évszaknak megfelelő időre számíthatunk.